Szeretettel üdvözlök mindenkit, Jambler László vagyok, és egy kicsit gyakorlatilasabb évekre tevezünk a filozófia után, ugyanis én kungfúval foglalkozom. A kungfú az egy nagyon nagy gyűjtő fogalom, ami a kínai művészetekre, főleg a kínai harcművészetekre jellemző, ezt hívják kungfúnak. Nagyon sok ágazattal, különféle ága van, kemény stílusok, rengeteg van belőle. Én ezen belül a Wing Chun Kung Fu-t gyakorlom már elég régen, ebből is a Wong Chun Leung-féle rendszert. Nagyon sok harcművészetet kipróbáltam korábban, egész 11 éves koromtól foglalkozom különféle rendszerekkel. Ebben találtam meg azt, ami számomra a legtöbbet adja, mivel nem, plusz emberkedésről szól a dolog. Őszintén ember vagyok, a cél a verekedés. Nem mondjuk egy edzőteremben, a lehető legegyszerűbb körülmények között két ember felel egymással szembe, és minden távolság megszűnik létezni. Nem számít, hogy ki mekkora darab, nem számít, hogy ki nő, ki férfi, nem számít, hogy kinek milyen autóiparkon lett, két ember áll egymással szembe, meg fogják nézni, hogy ki mire képes egyénileg. Soha nem a másik emberrel versenyzek, nem vele küzdök, saját magammal küzdök. Erről szól a Wing-Chun rendszer, amit gyakorlunk. Pontokban szedve mondanám, amit én összeírtam magamnak, és számomra ezek a főbb lényegi pontok. Amikor lejjebb valaki az első tréningre, elkezdünk beszélni arról, hogy mi a Wing Chun-nak a lényege, mi a célja. Mi a célom egy olyan helyzetben, amikor vagy megtámadom az utcán, vagy valamilyen stressz helyzet áll elő az életembe, magánéletembe, és ezt meg kell tudnom oldani. Wing Chun-nál a legelső szó mindig az egyszerűség. Kerül mindenféle hatalmas, gyönyörű, széles mozdulatokat, kerül mindenféle látványelemeket, nevúgunk szaltókat, mindig a lehető legrövidebb úton és a lehető legegyszerűbben oldjuk meg a problémáinkat. És ez szerintem az életben is nagyon sokszor így működik. Tehát a legelső kérdés elmondjuk, hogy mi, hogy gondolkodunk, mi a célunk alapvetően a küzdelemben és az életben is, az egyszerűség. Magyarul, ha valaki megtámad, első pont elkerül a konfliktust, ha nem tudom, megütöm a másikat, letörök a fejét. Ez a célom. És egészen 20 évig gyakorolja az ember, 30 évig, pontosan ugye ez egy dolgot fogja gyakorolni egész végig. Megütni a másik embert köleg fején. De nagyon fontos, hogy hiába tudom, hogy mit akarok. Egy küzdelem során, páros gyakorlatok során mindig változnak a helyzetek. Más gyakorolni egy lányjal, más egy fiúval, más egy nagy darabbal, más egy kis darabbal, más ritmusban dolgoznak. És akarva-akaratlanul elkezdünk figyelni másik emberre, és észreveszünk, hogy a másik ember kiadja egy ütemet, össze-vissza megyek ezen. És ez pontosan azért van, mert előbbéletben tudom, hogy mit akarok. Gyakorlatban elveszítettem a fókusz egy pillanatot. Minden számomra váratlan körülményre azonnal reagálok. Annak ellenére, hogy tudom, hogy mit szeretnék, tudom, hogy ezt hogy kell megvalósítani, de mégis valami olyan történik, amire nem számítottam, teljesen kiszámíthatatlanná válik a mozdulatom, a mozgásom, én önmagam. És ez, ahogy tapasztalom, az életben is így van. Az emberek terveznek dolgokat évekre előre sok esetben, és mégis történik valami váratlanul, és már elveszítettem a fókuszt. Pánikolok, széttestem, szétcsúsztam, panaszkodok mindenkinek, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, hogy én elterveztem. Pedig sok körülmények változtak. A tervem megvart az eredeti. Kezdemet innen eljuttatni B pontba. Az, hogy egy másik ember mit csinált közben, vagy hogy alakult az ő mozgása, teljesen fölösleges. Ha megtanulok saját magamra figyelni, függetlenül körülményektől, akkor minden jól fog alakulni közben során. Minden. Akár a magánéletben, egy privát életben, akár ezben az edzőteremben. Stabilitás. A Wing Chun Kung Fu-ban rengeteg a páros gyakorlat. Ezeknek két célja van, megtanulok egy másik emberhez alkalmazkodni valamilyen szinten, és sokkal könnyebben felfedezzük saját hibáinkat. Többek között a fókusz elveszítését. A másik dolog, hogy elkezdünk sok esetben egy másik emberhez támaszkodni. És nagyon fontos, hogy amikor az emberek párban gyakorolnak, a két ember segíti egymást. És abban a pillanatban, hogy valaki kiesett a ritmusból, vagy több előtűzben észre lehet venni, hogy valójában nem állok a saját lábamon. Dőlök el, nincs egyensúly érzékem, olyan mozgásokat csinálok közben, amit nem szerettem volna csinálni, pontosan azért, mert másik embertől függővé váltam. Ha ő valamit nem úgy csinál, hogy én elterveztem, vagy gondoltam, hogy kéne kicsinálnia, már is másként alakul az egész helyzet. Elcsúszok, eldőlök, elborulok, pontosan azért, mert másik embertől függök. Meg kell tanulnom a Wing Chun-ba, saját lábamon megállni. Ott nincs segítség. Tehát az utcán, ha valakit megtámadnak, át
általában a barátok eltűnnek mögülünk. És nagyon sok esetben nem kell a konfliktusba belemenni, nem kell verekedni, de meg kell tudni az embernek kiállnia saját lábán, saját határozott egyéniségével. Függetlenül attól, ki mekkora. És az életben is így van, ha valaki valamit szeretne, a végletekig meg kell tanulni kiállni ez mellett, az ötése mellett. Nagyon könnyen át lehet vinni a Wing-Chun gyakorlati oktatás módszerét privát életben, szinte minden ponton. A következő pont a kontroll, amit említettem. Edzéseinken teljes erőbedobással dolgozunk, teljes sebességgel, és mégsem törjük össze egymást. Ha megnézzük egy ökölvívó meccset, éppen a kollégának említettem ma, ha megnézzük egy ökölvívó meccset, két küzdőfél felmegy a ringbe, küzdenek 3 percet, a végén a bíró lefújja, a végén a meccsnek, egyikük kezét felemeli, egyikük győzött. De ha megnézzük a két sportolót, mind a kettő tiszta víz, mind a kettőnek vérzik a szája, mind a kettő tele van sérülésekkel, kékfoltokkal, de az egyik egyszer többször ütött, és őt hozzánk ijesztesnek. Ő veszít fel az érmet, és elmegy az öltözőbe, és mind a kettőnek mindenre fáj. Wing-Chunban mi úgy gondoljuk, hogy ha már harcolnom kell, lehetőség szerint ezt lehetőleg gyorsabban és a legegyszerűbben oldjam meg. Elsőként elkerülöm a küzdelmet, második pont a lehetőleg rövidebben lezárom a dolgot. Nem biztos, hogy versenyszerűen, de lezárom. Az edzéseken említettem a kontrollt. Éppen ezért le tudjuk zárni, be tudjuk fejezni dolgokat, szükséges maximális kontroll. Minden esetben arra törekedik, tudjam, hol van a kezem, hol van a lábam, merre van a csípő, és mindez nagyon nagy sebességnél. Valószínűleg Tai Chi Chuanról hallottatok már, egy kínai harcművészeti Tai Chi Chuan. Szerintem mindenki hallotta, amikor nagyon széles mozdulatok az emberek nagyon lassan csinálnak. Főleg Hongkong és Kína és nagyobb nagyvárosú parkokban korábban az emberek százai gyakorolják ezt a mozgást. A Wing Chun nagyban különbözik, hogy nagyon pici mozdulataink vannak, viszont nagyon gyorsak és nagyon erősek. Éppen ezért van, hogy mi a nagy sebességgel dolgozunk, alapvetően nagy erős vezetésünkben. De nem akarom másik partnernek megsegíteni, ki kell alakítani egy kontrollt. Saját magamat meg kell kontrollálni minden körülmények között. Tehát hiába ütök nagyon gyorsan, nagy sebességgel, a partneremet maximum meg fogom paskolni a végén, nem verem szájba, mert nem ez a cél. Ha kétszer megütöm a másik embert, harmadikra nem fog verem bárbára, nem tudok kivel gyakorolni. Senkinek se jó. Mindenkinek meg kell tanulni az első edzéseken önuralmat gyakorolni. És igen, amikor elkezdünk gyakorolni, új mozdulatokat tanulunk, új lépéseket teljesen, új mozgásformát ismerünk meg, mindenki bizonytalan lesz, mindenkinek bizonytalanná válik a mozgása, de ennek ellenére mindenkitől elvárt, hogy halasson is, de maximális kontroll gyakoroljon saját maga fölött. És akkor kimegyünk az edzőteremből, ez az élet minden területére igaz. Hiszen egy párkapcsolat bármikor úgy alakulhat, ahogy én nem szeretném. A munkahelyemre a helyzet bármikor úgy alakulhat, ahogy ezt előre nem terveztem. De mindenhol a legelső pont az önuralom. Ha nem tudom saját magamat uralni, akkor hogy akarok megtartani egy állást? Vagy találni egy másikat? Ha saját magamat nem tudom uralni, hogy akarok egy párkapcsolatban jól működni? Semmit értelemben ott is teljes erővel dolgoznak. De célom ott is az, hogy senki ne sérüljön. Láttatok már valamilyen küzdősport meccset valószínűleg. Karate meccs, birkózó meccs, judo, ökölvívás, teljesen mindegy. Lehet látni azt, hogy tehát ott nincs két egyforma helyzet. Folyamatos a változás, mind az életünkben. Mindig minden változik. Nincs két egyforma állás, nincs két egyforma testtartás küzdelem során. Nincs csak éppen ezt tanuljuk meg, hogy én tudom minden esetben, hogy én mit szeretnék és azt, hogy szeretném elérni. De a másik ember folyamatosan változik. Változik a távolság, változik, hogy melyik irányba megy, változik, hogy ő támad, hogy én támadok, tehát mindig minden másodpercről másodpercre változik, vagy még sokkal gyorsabban. És ilyen helyzetben kell nekem megtartani saját testsúlyomat, megtartani a saját irányomat, a kontrollomat, és mindenben meg tudni azt, hogy pontosan mit akarok és hogy akarom elérni. Nagyon sok mindennek tűnik, ez amit tudnom kell, és mindezt a másodperc tört rész alatt. Egy pillanat se szabad kihagyni, vagy nem célszerű, mert akkor bizony valaki meg fog minket érinteni. Tehát nagyon gyorsan meg lehet tapasztalni azt, tapasztalati fizikai úton, ha hibáztam.
igen, a társam hozzá meg fog engem lökni. Nem azért, mert bántani akar, hanem azért, mert jelzi nekem, hogy figyelj, késtél. Hogy jelzi, megütetett volna, és jelzi azt, hogy elveszítettem a kontrollomat saját magam felett. Hiszen mindaddig, ameddig helyes a testtartásom, helyes a kéztartásom, és konkrétan azt csinálom, hogy tanulok, és teljes helyzetben, küzdelem helyzetben, addig nagy bajom nem lehet. Maximum tudom megvédni a másik embert, de nagy bajom addig nem lehet. Csak amikor szétesett a mozgásformán, abban a pillanatban várhatok támadhatóvá. Az életben ez pontosan ugyanígy van. Ameddig tudjuk figyelni saját magunkat, tudjuk kontrollálni saját érzéseinket, lelkivilágunkat, beszédünket, viselkedésünket, nagyon nagy baj az életben szerintem nem lehet. Amikor kicsúszik a lábunkról a talaj, ahogy itt a korábban a kollégáink említették, akkor lehet látni azt, hogy mennyire tudom, vagy nem tudom saját magamat kontrollálni. Mély depresszióba esek, és elkezdem sajnálni magam, vagy azt mondom, hogy ez vagyok én. Egy 40-50-60 kilós nő vagyok, és egy 130 kilós srácot edzéssel nem tud engem megverni, akkor mit nekem egy főnök, aki kirúgott tegnap? Ő már megtapasztalt, hogy mennyi mindenre képes az élet más területén. Mert ez a dolog, hogy ki mire képes egy küzdelembe, ez nem korfüggő, nem testsúlyfüggő, és nem függő, gyakorlásfüggő. Ennyire pofon egyszerű. Hollandiában találkoztam ennek a stílusnak jeles képviselőivel, és ott meglepetésként ért engem az, hogy kénti nem a 20-as korosztályokról alapvetően a lincsot rendszert, hanem ügyvédek, orvosok, mérnökök, és általában 40-50-55 évesen. És ténylegesen profi sportolók, akiket én nem tudok megütni. És azt mondják, hogy ez egy olyan mozgásformát találtak meg ebben, ami teljes mértékben kiegészíti az életüket. Életük részével, és többet vannak ott sokszor, mint bármi más hobbi tevékenység miatt. Tehát hetente 4 alkalommal, esténként ott eltöltenek az edzőteremben 2 órát, és izzadnak és gyakorolnak, mint a 10 éves gyerekek a másik csoportban. Pontosan tudják, mert ahhoz, hogy naponta tudják rólni magukat, az érzéseiket, viselkedésüket, ez a legjobb hely arra, hogy ezt megtanulják. És itt, ha hibáznak, akkor kapnak egy pofont. Ha a házas életben hibáznak, vagy a munkahelyen hibáznak, sokkal nagyobb következményei lehetnek a dolognak. De itt sterő körülmények között minden élethelyzetet meg tudnak tapasztalni. És rengeteget tudnak elsősorban saját magukról, saját gyengeségeikről. Mindenkinek vannak maga erősségei, gyengeségei. Mindenkinek. Tehát egy férfinak lehet a testsúlya, fizikai ereje. A nőnek ugyanígy lehet a hajlékonyság, lazasága, gyorsasága. De mindenkinek meg kell tanulni, hogy mi az ő erőssége, és a másik embernek mi az erőssége. És ehhez képes kell a saját magam gyengeségeit erősíteni. Amire jó vagyok, az annyira nem kell foglalkozni. Mert az automatikusan fejlődni fog, de felismerem a saját gyengeségeimet. Mert egy edzésen nincs állarc. Nincs senki, aki mögöttem van és segíteni. Kiáll két ember, teljes valójában, és ott saját maguk látják azt, hogy mire képesek, vagy mire nem képesek. Ami meg nagyon fontos, és rengeteg olyan tanítvány van külföldön, és Magyarországon is egyre több, akik észrevették, hogy valamilyen hibájuk van, főleg valamilyen jellegű önbizalom hiány, és ezt szeretnének változtatni. És akkor találkozok olyan emberekkel, akik tényleg nagyon sikeresek az élet különböző területein, és összeállunk párba gyakorolni. És azt látják a fiatalok, vagy a fejlődő vágyok, hogy igen, itt van egy 50 éves ember, aki nagyon sikeres, és mennyit hibázik? És milyen bénát csinál bizonyos dolgokat? És mennyire tehetségtelen ebben a dolgokat idézőjelben? Akkor mennyi mindenre lehetek képes? Mert ő már sikeres az élet nagyon sok területén. Van egy nagyon jó párkapcsolata, van munkája, nagyon szép kocsia van lent, és mégis mennyire nehezen fejlődik. És én hozzá képes, milyen ügyes vagyok. Igen, nekem is vannak hibáim, de hát látom az, hogy ő is hibázik. Mindenki. Az egyedül dolog az, hogyha felfedeztem, hogy hibáztam, vagy valamiben gyengébb vagyok a többitől, többet gyakorlok. Hollandiában azt tapasztaltam szintén, hogy magyar megtanítástól picit ez még távol el, hogy a tanítványok mennek az edzésre, és kinek hogy érkezik a tömegközlekedési eszköz, ott vannak 10 perccel korábban, 15 perccel, fél órában korábban. A gyorszában ilyenkor a tanítvány leül, és felhelyezetet. Az oktatót vagy az elsőt. Kint Hollandiában az úgy működik, hogy átöltözik, és bemegy gyakorolni. Nincs csomag, az érdekes, hogy ezt nem azért csinálják az emberek,
mert versenyeznek. Nem azért csinálják, mert versenyezni akarnak, mert nem indulok versenyeken. Magammal versenyek. Nem azért csinálják, mert előfokozatokat akarok, mert nincsenek fokozataink. Van egy melegítőnk, egy tornacipőnk és egy fehér-fekete pólónk. Semmilyen megkülönböztetés nincs nálunk. Mert nem ez a cél, hogy én megkülönböztessem magam bárkitől, vagy vizsgálva mondják azt, hogy én most fejlődtem, vagy nem fejlődtem. Mert mindenki fejlődik a kijelzésre. Aki meg nem jár, az úgyse vizsgálom. Az egyedüli pont saját fejlődésem. Ez egyedüli motivációs eszköz, amit használunk. És hogy ez a dolog működjön, az pedig az oktatónak a felelőssége. Az ember edzésről edzésre nem vesz észre magán fejlődést bármilyen szinten, akkor nem jön az oktató. Ennyire egyszerű. És ezt nem kötjük versenyhez, nem kötjük vizsgálához, nem kötjük semmit, se forgalmához, mert nem erről kell szólja bármilyen harcművészeti rendszernek az oktatása. És két a tanítványok ezért állnak neki tornázni meg az edzés elkezdés előtt, mert neki nem az a fontos, hogy valaki elkezdje számukra az edzést vezetni. Nem az a fontos, hogy ott legyen egy tanítvány, akivel párra tudnak lenni. Hanem tudja azt, hogy neki az állás rohadtul bénán megy. Bemegy az edzőterembe, és elkezd gyakorolni. És nincs ott senki. Csak tudja, hogy fejlődni szeretne. Ez az egyedül dolog, amit őt motiválja. És ugyanezt tapasztalható a gyerekcsoportokban is, és ugyanezt tapasztalható a felnőtteknél is. Nick Weiser, aki egy oktató és hollandiában oktató, valójában pedagógus és gyerekekkel foglalkozik, alsódokozatos gyerekekkel. 30 éve csinálja a sportot, nagyon magas szinten. A K1 világbajnokokkal szokott gyakorló küzdelmeket írni, mert is készülnek fel többek között a versenyekre, Amsterdamban, és még amatőr sportoló. Relatív magas, és hetente 4 alkalommal 2-2 és fél órát lent van az edzőteremben, csak azért, mert érzi, hogy neki ez lelkileg és életvitelileg tökéletesen segít. Nagyon sok területen. Nagyon sok mindent átélt ő az elmúlt 30 év alatt, rengeteg mindent. Nem volt túl szerencsés sok esetben. De ez egy olyan kapaszkodó volt számára, ami megmutatta, hogy mennyi mindenre lehet ő képes. Megmutatta számára azt, hogy egy olyan ember, aki hobbi szinten gyakorol a sportot, hobbi szinten, nem professzionálisan, és fel tudja venni azokkal az emberekkel a versenyt közelemben, akik ebből élnek, és heti napi két-három edzésük van, és mikorot keresnek fel. Rájött arra, hogy mennyi mindent adott neki ez a rendszer a 30 év alatt. És igen, el lehet menni ökrövívónak, el lehet menni karatézni, el lehet menni sok mindent csinálni, ami szintén nagyon jó, nagyon sok mindent ad az embernek. Nekem a Wincson ennyiben adott többet, hogy nem csak küzdelemről szól, hanem elsősorban saját magamról szól. Egy nagyon-nagyon éles és reális tükör. És ebben bátorság kell az ember belemegyen nézni. Coaching folyamatoknál azt tapasztalom, hogy az emberekkel nagyon sokszor tökölelőbb beszélgetni. Nagyon sokan meg is tépnek bizonyos lépéseket, hogy változzon az életük. De nagyon kevés az az ember, akivel én együtt találkoztam, aki úgy tud változtatni, hogy hoz egy döntést, és fel kell is csinálja. És 5 év múlva is csinálja, meg 10 év után is, és 30 év után is. Ezért vagyok én azon az oldalon, hogy egy oldalon mit csinálni kell. Lehet róla beszélni, lehet róla olvasni rengeteg mindent a neten, föl kell kelni, csinálni kell, hogy az ember megtapasztalja. És átéljen valamilyen tapasztalatot, hogy ez neki számára mit tud adni. Kocsinál tudunk beszélgetni, tudunk ötletelni. Számomra ez elméleti dolog, én ettől gyakorlat orientáltabb vagyok. Én azt szeretem, hogy az emberek szeretik saját magukat megismerni, és változtatni szeretne az életén, akkor csináljon valamit. Nagyon jól mondás, just do it. Csak csinálj. Mindegy, hogy mit. Én nem mondom senkinek azt, hogy jöjjön hozzám, nincs adni, csak csináljon valamit. Saját maga érdekében, saját fejlődés érdekében. És majd az ő élete, az ő intuíciója, illetve megmutatja neki ténylegesen hol van a helye. Csak keljen föl és csináljon valamit. Ennyi szerintem, most köszönöm szépen, hogy meghallgatodok.